Népszerű a kisúji strand is, változás a szemétszállításban, megyei pedagógiai díj, ma jár le a határidő. Jó estét kívánok! Önök a nagymunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. augusztus 29-én 18 óra 5 perckor. Sok vendég fordult meg az idei szezonban a kisújszállási Kumánia gyógy- és strandfürdő területén. Volt, aki évek óta visszajár, és olyan is akadt, aki először látogatta meg a fürdőkomplexumot. Kovácsné Vadai Viktória Judit karcagi lakos férjével együtt látogatta meg a strandot. Szerencsésnek mondhatja magát, mivel egy nyereményjáték győzteseként érkezhetett a fürdőbe. Elmondása szerint nagyon tetszik neki a Kumánia, elégedettek a szolgáltatásokkal és az árakkal is. Legközelebb is tervezik a látogatást. Egyébként is szoktuk látogatni a kisújszállási fürdőt, de most egy szerencsés apropóból vagyunk itt, mert az egyik internetes oldalon volt egy megosztós játék, és az egyik nyertes én voltam. Úgyhogy ha szerettük volna, ha nem, úgyhogy jöttünk. De nagyon tetszik nekünk a rendezvény, és nagyon jól érezzük magunkat eddig. Még nem olyan régen érkeztünk, de eddig nagyon tetszik a rendezvény. A szépségverseny részét azt meg szeretnénk nézni, az eredményhirdetést azt már nem ígérjük, az már elég esti időpontban van, de legalább a szépségversenyt szeretnénk megnézni. Volt, aki a hegyekből érkezett ide, és több napot is eltöltött a városban, és kihasználta a strand nyújtotta lehetőségeket. Dr. Üveges István feleségével közösen érkezett. Már nem az az első alkalom, hogy felkeresik a Kumániát. Nagyon elégedettek voltak a szálláshelyen, amely a Hotel Kumánia volt. Jövőre is tervezik a visszatérést. Borsod megyéből jöttem a feleségemmel, nem első alkalommal, és még leszünk is. Nagyon a szívünk kedvencévé vált ez a hely. Úgy gondolom, hogy itt kisújszálláson, Kumániában együtt van az a természeti és emberi tényező, ami ahhoz szükséges, hogy a dolgozó ember a mindennapoknak a fáradalmai kipihenje, ki tudjon érdemben kapcsolódni. Ha a természeti tényezőket nézzük, akkor van egy csodálatos, kellemes, gyógyító termálvíz, alföldi napfény, ez egy hegyvidékről érkezett ember számára azért némileg az újdonságra hívő is tudhatni. Ami pedig az emberi tényezőt illeti, úgy gondolom, hogy az itt élők, itt dolgozóknak a vendégszeretete, embersége, jó értelemben vett vidékiessége, minden, de mindent visz, úgyhogy nagyon szívesen járunk ide. Volt, aki a medencéből árulta el, hogy a kikapcsolódás gyanán töltenek el itt egy napot, és olyan is akadt, aki a szomszédos települések egyikéről, itt Turkeréről érkezett családostól. Elmondták, szuper a gyermekmedencés, és a gyerekek nagy örömükre, a fedett részben is kedvükre pancsolhatnak. Karcagon az NHS Tisza Nonprofit Kft. Regionális közszolgáltató megbízásából alvállalkozóként végezzük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Tudtuk meg a szakembertől, aki elmondta, az évek óta megszokott hulladék elszállítási napokban néhány utcában lesz csak változás. A hulladékszállítás egyéb rendjében így a szervezett zöld hulladék, szelektív újrahasznosítható hulladék, valamint a vegyes háztartási hulladékok gyűjtése, gyűjtési módokban, azok gyakoriságában, valamint azok rendszerességében egyéb módosítás lesz. Mi Karcag városában zömbben ugye karcagi munkavállalókkal, karcagi járművekkel végezzük Karcagon is ezt a szolgáltatást, és hát már gyakorlatilag mondhatom, hogy már több mint 10 éve mi azt a rendszert üzemeltetjük, ami most több helyen az országban még most kerül bevezetésre. Ez nevezetesen a három edényes hulladékszállítási rendszer. Én azt remélem, hogy Karcagon már mindenki, vagy nagyon-nagyon sokan ezt nagyon jól ismerik. Ez ugye a klasszikus vegyes kommunális hulladéknak a begyűjtése, az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladékoknak a begyűjtése, ezek ugye azok az újrahasznosítható hulladékok. Ez ugye a sárga zsákos vagy sárga kukás, sokan így ismerik Karcagon. Illetve van még egy harmadik típusú hulladék, amit külön begyűjtünk, ez pedig a zöld hulladékok. Ezeket pedig ugye a barna kukákba, vagy barna zsákokba, vagy bármilyen zsákba, ahogyan a lakos kiteszi, és mi azt jól el tudjuk, vagy jól be tudjuk azonosítani, hogy az zöld hulladékot tartalmaz. Gyakorlatilag ez a három gyűjtőrendszer, vagy gyűjtőjárat működik most a városunkban. A szállítási napok a főtéri gazdálkodó szervezetek és vállalkozások tekintetében a közszolgáltatási szerződés szerint a társasházak esetében a korábbi rendszer szerint történik ezután is, csak az alábbi utcákban változik a szállítási nap.
A legjelentősebb változás a hétfői, tehát a korábban hétfői szállítási körzetet érinti. Az lesz az eltérés, hogy korábban hétfőn is mindig két kommunális gyűjtőjáratunk ment, most viszont jövő héttől már csak egy ilyen autót fogunk tudni indítani ebbe a gyűjtési körzetbe. Tehát gyakorlatilag a hétfői körzetnek mondhatom, hogy nagyjából a fele az át fog tolódni a keddi gyűjtési napra. Kedden viszont korábbiakhoz képest két gyűjtőjárat, mert most nem kettő fog menni, hanem három. Tehát gyakorlatilag a keddi napon fogjuk elvégezni azt a munkát, amit, vagy annak a munkának a felét, ami eddig a hétfői gyűjtőkörzetre esett. Igazából itt ez azért nem fog nagy problémát okozni az átállásnál, mert ha valaki nem értesül elő a változásról, és most a jövő héten hétfőn kirakja a kukáját, de nem, nem kerül leürítésre a kuka, akkor az ügyfélszolgálata is, hogyha betelefonál, akkor itt mi meg fogjuk nyugtatni, hogy nyugodtan hagyja csak én a kukát, mert keddi napon menni fogunk, és kedden le fogjuk üríteni. Tehát itt azt gondolom, hogy pont ennél a legjelentősebb résznél nem lesz olyan tragikus ez a változás. Én bízom benne, hogy szépen lassan meg is fogják szokni a lakosok. Sajnos most erre rákényszerültünk így erre a változásra. Ugyanúgy egyébként minden más rendszer ugyanúgy lesz, tehát ugyanúgy megmarad a szelektív gyűjtés, ugyanúgy megmarad a zöld hulladékgyűjtés, a vegyes kommunális gyűjtés. Egyedül ebben lesz változás, hogy akinél eddig hétfőn volt, ott egy résznél, gyakorlatilag itt a József Attila utcától, gyakorlatilag keletre eső, illetve a Baros utcától keletre eső rész, valamint itt a Püspökladányi út környéke, ott lesz egy ilyen változás, hogy korábban hétfőn voltak, most átkerültek a keddi gyűjtési napra. A keddi gyűjtési körzet is változik egy picit, eddig a keddi gyűjtési körzet az a Dózsa-György útig tartott, most ott abban is egy picit a körzet eltolódik keletre, hogy gyakorlatilag a Szent István-Sugár út lesz a határ a keddi gyűjtőkörzetnél. Ezáltal a szerdai gyűjtőkörzet egy picit nőni fog, tehát ott is egy pici módosítás lesz. A csütörtöki gyűjtőkörzet is egy picit módosult, annyiban, hogy a főtér közeli Kálmán utca, Kis Antal utca, ezek az utcák gyakorlatilag átkerülnek a csütörtöki szállítási napra a péntekről, mert korábban ők pénteki körzet voltak. Ez több dolog is indokolja, így a körzetbe is jobban beillenek, gyakorlatilag a ügyfélszolgálata is egyszerűbb lekezelni, hogy melyik gyűjtési nap, melyik szállítási körzet, tehát nem nincsenek ilyen átfedések, vagy ilyen átcsúszások egyik körzetből a másikba, illetve a pénteki körzetünk elég nagy is volt, tehát abból is egy picit rövidítenünk kellett a pénteki körzeten, így gyakorlatilag a pénteki körzet az gyakorlatilag egy picit csökkent. Tehát ott lesz a legrosszabb a változás, akik most a pénteki szállításról átkerülnek csütörtökre, tehát ezt még egyszer hangsúlyozom, ez a Kis Antal utca, Kálmán utca és itt a Kálvin utcának egy gyakorlatilag a nevezetes halálkanyarig eső része, hogy gyakorlatilag csütörtöki napon lesz a gyűjtés, a korábbi megszokott péntekhez képest, de most az első hetekben megpróbálunk erre odafigyelni, hogy vissza is fogunk menni a pénteki napon is, tehát hogyha találunk ott olyan kukákat, akik esetleg nem értesültek, azokat megpróbáljuk most kiüríteni. Minden postaládába eljuttatta a cég a térképes tájékoztatót a hulladéknaptárral együtt, mondta el televíziónknak Balajti József, aki köszöni az érintettek szíves megértését, segítő együttműködését. Akinek kérdése van az új szállítási napokkal kapcsolatban, az forduljon bizalommal a térségi közszolgáltató non-profit Kft. Ügyfélszolgálatához, személyesen Karcagon a Petőfi utca 1 szám alatt. Telefonon az 503-317-es számon, de e-mailben is kérhetnek tájékoztatást az info@ktkkft.hu címen. A cég honlapja is elérhető www.ktkkft.hu. Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai díjban részesült a Szent Pál Marista Általános Iskola. Jász-Nagykun Szolnok megyei pedagógiai díjban részesült a karcagi Szent Pál Marista Általános Iskola. A díjat átveszi Nagy Józsefné, az intézmény igazgatója.
A díjat Nagy Józsefné igazgató és helyettesei vehették át, virágcsokorral köszöntötték az iskola vezetőit az önkormányzat nevében Dobos László polgármester és Gyurcsek János alpolgármester. Továbbá gratulált F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője is. Szent Pál Marista iskola kapott egy nagyon rangos elismerést, Nagy Józsefné igazgatóasszonnyal beszélgetünk, elkísérték a kollégái is. Megható volt, ahogy elmondta, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak is köszöni, a megyének is köszöni, és a fenntartó Mária iskola testvéreknek is, hiszen mindenki hozzájárult ehhez a díjhoz. Igen, az az igazság, hogy nagyon meglepődtünk, én magam személyesen is, és a nevelőtestület is. Nagyon jó hír volt itt a nyáron, a nyaralás kellős közepén, hogy ekkora megtiszteltetésbe lehet részünk. Természetesen nem csak nekem, hanem az egész nevelőtestületnek. És hát örülünk neki természetesen, hogy ezt a munkát, amit mi végzünk évek óta, ilyen szinten, ilyen magas szinten is elismerik. És hát azért hallottuk itt a méltatásban is, hogy sok olyan dolgot valósítottak meg azok, akik ezt a díjat kapták, ami újító a megyében, vagy hagyományokat teremtenek az oktatás terén is, és a tehetséggondozást is kiemelték önöknél is. Igen, végül is nagyon sok mindenben változtunk, mióta Marista iskola lettünk, és nagyon sok új módszert bevezettünk, átvettünk. Nagyon sok olyan példa áll előttünk, akár Franciaországból, akár Spanyolországból, amit mi jónak vettünk, véltünk, és adaptálhatónak találtuk a magyar oktatási rendszerbe is. Azt kívánom, hiszen hamarosan kezdődik az új tanév, hogy újult erővel gondozzák a tehetségeket, és még egyszer gratulálunk ehhez az elismeréshez. Nagyon szépen köszönöm az egész nevelőtestület nevében. A változások eredményeként 2 héttel meghosszabbították a kérelembeadást. A határidő a mai nap, így akit még érint, itt a lehetőség a Magyar Állami Kincstár felületén rögzíteni a kérelmeket. A Karcag TV-hez eljuttatott tájékoztatás szerint a jogszabály a kisebb termelők számára kedvezően módosította az elvárt hőenergia mennyiség alsó küszöbértékét. Ennek révén már 10.000 kWh felhasznált hőenergia mennyiség után igényelhető a támogatás. Fontos változás, hogy engedélyköteles élelmiszer előállítási tevékenységet végző ügyfelek is jogosultá váltak a támogatásra, így kérünk minden érintett termelőt, hogy mindenképpen adja be kérelmét, mivel a jogszabály módosítás jelenleg is zajlik, és a folyamatban lévő eljárásokra, azaz a beadott kérelmekre is vonatkozni fog. A jogszabálymódosítás során lehetővé válik, hogy a kamarai meghatalmazottak útján is be lehet nyújtani a kérelmeket, mind a mélyállomány egészségügyi kondíciójának megőrzésére vonatkozó támogatás esetében is. Ugyancsak egy friss jogszabályváltozásnak köszönhető, hogy a baromfi és sertéságazat piaci szereplők foglalkoztatás célú támogatásának fajlagos összege foglalkoztatottként 500.000 forintra emelkedett, melynek következtében a baromfi és sertésfeldolgozással és kapcsolódó tevékenységekkel is rendelkező állattartó üzemek mintegy 2,3 milliárd forint támogatásra lesznek jogosultak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!